Furfangos labirintus. A doboz tartalma. Játéktábla. 34 labirintus járatkártya. 24 titokkártya. 4 játékfigura. Keverjük össze a labirintus járat részleteit ábrázoló kártyákat. Majd rakjuk ki őket a játéktábla szabad mezőire. Így egy véletlenszerű mintázat alakul ki. A játék folyamán mindig a kimaradó kártyát használjuk a labirintus járatok elcsúsztatására. A 24 titokkártyát összekeverjük és egyenlő számban szétosztjuk a játékosok között, akik ezeket képes oldalukkal lefelé fordítva egymásra teszik és maguk elé rakják. Minden játékos választ egy figurát és a vele megegyező színű pontra helyezi. Kisorsoljuk, ki kezd, majd indulhat is a játék. Az első játékos felemeli és megnézi a legfelső titokkártyáját, majd ismét lefordítva maga elé teszi. Ezen a kártyán szereplő kép ábrázolja az első célt, ahová el kell jutnia. Az első teendő minden esetben a labirintus egy szakaszának eltalása. Még akkor is, ha célunkhoz a járatok megváltoztatása nélkül is eljutnánk. A labirintusban egészen addig haladhatunk, amíg folyamatos járatvonalat találunk. Az ilyen járatokban tehát olyan messzire mehetünk, amilyen messzire csak akarunk. Ha valaki nem tud rögtön a céljáig eljutni, akkor figurájával addig a pontig célszerű elmennie, ahol feltehetőleg jó helyzetben várhatja a következő lépést. Ha valaki elérte az egyik célját, akkor a kártyát bizonyítéképpen felfordítja. Jöhet a következő kártya. Ha egy játékosnak már valamennyi titokkártyája képpel felfelé néz, akkor vissza kell érnie a kiinduló pontra. Az győz, akinek ez először sikerül. Próbáljátok ki a furfangos labirintus többi változatát is!